Sziasztok! Cukor Zoli vagyok, és még nem találtam ki, hogy mi legyen a műsornak a címe. De attól még a szorongásról fogok nektek megint csak beszélni. Nagyon durva, hogy mennyien írtatok az előző adás után, nem gondoltam volna. Akkor ez tényleg egy ilyen próba volt, nekiállok, megcsinálom, veszek egy nagy levegőt és nekiugrok. És az lett belőle, hogy tök népszerű volt. Úgyhogy muszáj folytatnom, és folytatni is fogom, folytatni is szeretném. Tegnap én is megkaptam a nagy Fradi hajrában a Pfizeremet, úgyhogy be vagyok oltva. Annyi a véleményem, a gyereket is mindig súlykolja a dokinő, hogy oltassuk be mindenféle hülyeségre, még rotavírusra, és én általában nem szoktam ezekbe belemenni, ami nem kötelező, azt nem adatom be a gyereknek. És mondhatni azt is, hogy most ez a Covid vakcina sem kötelező nekünk. Én mégis azt mondom, hogy adassa be magának mindenki a közösség védelmében. Nem is az egyén védelmében, nyilván nekünk most ez a fontos itt mi felénk, hogy mi, mi, mint individuumok legyünk biztonságban, plusz a családunk. Én azt gondolom, hogy az oltásról nem is erről szólt, az oltás mindig a közösségről szól, az oltás mindig a kollektíváról szól, mindannyiunkról, Magyarországról. Úgyhogy támogatok mindenkit, aki elmegy, én is elmentem. Vannak némi mellékhatások, ez pont szar, hogy a bölcsesség fogam is éppen meginnő, a kettő együtt nem az igazi, de mindegy, gondolom túlélem. Szóval, sokat agyaltam azon, hogy hogyan, milyen tematika szerint haladjak, mert nagyon sok mindent lehet mesélni a pánikról, a szorongásról, az ilyesmikről, és hát két fő csapás irányt látok magam előtt, az egyik az, hogy így, hogy ilyen nagy vonalakban okoskodok arról, hogy mi a szitu. A másik meg az, hogy élményeket, tapasztalatokat osztok meg. Mind a kettő kecsegtet számomra kedvező kimenetellel, mert szeretem így kicsit játszani a picsámat, meg szeretek így magamról sztorizni is. Viszont inkább az utóbbi az, ami szerintem egyedibb, pláne itthon. Ugyanis én bújtam, nézegettem a YouTube-ot, és nem találtam olyan szakértőt, olyan jó bárkit, aki erről igazán őszintén beszélt volna. Dokik vannak, pszichológusok vannak, pszichiáterek vannak, de én azt vettem észre, hogy ők nyilván innen a klinikai oldalról közelítik meg, olvasták a könyvekben, hogy mi a helyzet, és tökre nem az a szitu a valóságban. Tehát, hogy sokszor az is lehetséges, hogy elmegy az ember, sok-sok pszichológus az, mire megtalálja azt, akivel tényleg tud arról beszélgetni, hogy vele mi történik. És ez azért ijesztő, meg azért egy kicsit érdekes és szomorú, mert hogy baromi sokan küzdünk ilyen és hasonló dolgokkal. Na mindegy, úgyhogy az utóbbi mellett döntöttem, vagyis inkább majd személyes dolgokat fogok mesélni nektek, arról, hogy én miket éltem át, arról, hogy én mikre jöttem rá. De elengedhetetlen ehhez az, hogy a legelején egy kicsit tisztázzuk az alapdolgokat. Kezdem én is azzal, hogy mi a szorongás, ugyanis nyilvánvalóan mindannyian szorongunk. Mármint, hogy ez egy teljesen természetes reakció. Például a vizsgák előtti szorongás, egy verseny előtti szorongás, mikor már rajtvonalnál állsz, és már mondjuk 120 a pulzusod, pedig még el se kezdtél futni, tapasztaltam, de a hivatásos sportoló apám is tapasztalta ezt rengetegszer. Tehát ezek teljesen normális dolgok. Vagy nagyon sokan paráznak a repüléstől, és akkor azért fölmegy bennük a para gombócérzés a torokba. Tehát rengeteg olyan szituáció van az életünkben, ami kivált szorongást. Ezekkel az a szitu, hogyha viszont ez a szituáció elmúlik, már nem vagyunk benne ezekben a szituációkban, akkor általában a szorongás vele együtt eltűnik. És ezért ezt normálisnak tekintjük, ezzel nincs semmi gond. A gond akkor van, hogyha ez a szorongásos állapot olyankor áll fönt, mikor semmi ilyesmi nem történik velünk, tehát nincsen kiváltó tényező, hanem egyszerűen ülünk otthon a tévé előtt és szorongunk. És hát azt tekinti az orvos tudomány, vagy a hivatalos szakma, generalizált szorongásnak, vagyis folyamatos szorongásnak, mikor ez több hónapig, akár 3 hónapig, vagy tovább fönnáll. Ebben az esetben tényleg az, hogy az ember van, hogy teljes napokat szorong végig, úgyhogy nincsen semmilyen kiváltó ok. Vagy hát, hogy mondjam, valójában tényleg nincs kiváltó ok, ugyanis az agyban ez egy ilyen miszfunkció, vagy hogy mondjam, egy ilyen téves kapcsolás, hogy mondjam, hogyha a telefonközpontoknak az analógiáját próbálom ide citálni, akkor ez egy téves kapcsolás, ugye az agy akkor is szorongásra reagál, hogyha nincsen trigger információ számára. És vessünk egy pillantást a tünetekre, ugyanis majd megmondom, hogy ezt miért tartom fontosnak, kicsit lesek, nem titok, vagy nem tilos ez. A fitpuli.hu Széchenyi 2020-as pályázatot nyert oldalnak a táblázatát olvasom föl. Rengeteg helyen fönn van még webbeteg, meg az összes ilyen szar, amit, hogyha beütögeted a paráidat és ráparázol, hogy neked milyen súlyos betegséged van, azok között is megtalálod a szorongás
tüneteit. És először is kezdjük a testi tünetekkel, felsorolom őket. Kimerültség, alvászavar, hidegbőr, hidegrázás, hőhullámok, izzadás, nehéz légzés, szapora légzés, apró lélegzetvételek, szapora pulzus, gombóc a torokban, mellkasi fájdalom, kipirulás, sápadtság, szájszárasság, izomfeszülés, izommerevség, gyakori vizelési inger, hasi panaszok, hasmenés. Ezek lennének a fizikai tünetek. A mentális tünetek pedig, amik ehhez társulnak, az a rossz bajós előérzet, borulátás, pesszimizmus, ingerlékenység, koncentrációs nehézségek, vesztes vagyok érzése és a depersonalizáció. Majd szerintem külön-külön is lehet, hogy fogunk ezekkel foglalkozni. Az érdekes a testi tünetekre visszakanyarodva, hogy feltűnt, hogy nagyon hasonlóak a tünetek ahhoz, mint amit a post-covidos tüneteknél felsorolnak? Szóval, ehhez egyébként nem fűznék hozzá semmi extrát. Mondom, nem akarom azt sugallni, hogy a post-covid nem létezik, dehogy nem létezik, csak szerintem nagyon sok mindenkinél egyszerűen egy teljesen normális reakcióból egy szorongás alakul ki, miután átesik ezen a betegségen. És mint hangsúlyoztam, ez egy teljesen normális reakció. Ezeket a tüneteket, amiket felsoroltam, mind a mentális, mind a fizikai tüneteket, egy olyan ember, aki szorong, az akár egész nap is képes érezni. Nekem voltak napok, mikor egész nap éreztem, úgy éreztem, hogy szűk a torkom, nem kapok levegőt. Éreztem, mintha a pengelyen lennék, mintha csak egy pici rőkés kell, egy pici stressz, és tudom én, megőrülök, vagy rosszul leszek. Hány ingerre van az embernek, sokszor fejfájása, nem tud mit kezdeni magával. És a legrosszabb ebben az, hogy tulajdonképpen a szorongó az folyton magával foglalkozik. Folyton azzal foglalkozik, hogy ezekre a tünetekre fókuszál, ahelyett, hogy megélni a pillanatot. Ezért van az, hogy nagyon sok olyan technikát javasolnak nekik, ezeket a mindfulness, grounding technikákat, amik arra irányulnak, hogy kirántsák egy kicsit az embert ebből az önvizsgálatból, ebből a folyamatos önön magunkkal való foglalkozásból, és kicsit behelyezzék, visszahelyezzék abba a közegbe, amiben valójában létezik, a valódi közegbe. És nem befelé kell, hogy folyton gondolkozzon az ember, hanem tényleg azt kell. Tehát nekem rengetegszer előfordult az, hogy mellettem a gyerekek játszanak, szuper aranyosak, és egyszerűen nem veszem észre, mert azzal vagyok elfoglalva, hogy nekem most éppen milyen problémáim, milyen tüneteim vannak. És ez alapvetően, ha belegondol az ember, ha föl tudja ezt fogni egy kicsit külső szemlélőként, akkor rájön, hogy a szörnyű dolog. Hogy magunkkal vagyunk elfoglalva folyton. Egyébként mondják is azt, hogy a szorongó ember önző, de ezt azért nem osztom, mert nyilván bármit megtenne mindenki, hogy ettől szabaduljon. És egy kicsit trükkös, mert hogyha az ember elkerül szakember, ezért tud valakivel beszélni, akkor néha rájön arra, hogy ez igaz, állítják is nagyon sokan, szinte mindenki, hogy ettől szabadulni szeretne. Aztán, amikor ott van rá lehetőség, akkor egy kicsit mindig mindenkinek hiányzik, egy kicsit visszanyúlna ehhez az édes kis szenvedéshez, ami a miénk. Érdekes dolog ez. Nem tudom, hogy mindenbe bele tudok-e menni, és hogy mindent érinteni akarok-e, de szerintem, aki benne van, az tudja, hogy miről beszélek. Hogy van az az érzés, mikor nincs semmi bajod, egy napig, vagy fél napig, és elkezdesz azon kattogni, hogy hú, baszki, most valami durva fog jönni, mert nincs semmi bajom. Kvázi hiányzik. Ez kegyetlen tud lenni. De ilyen. Amit még szerintem mindenképp szeretnék megemlíteni itt az első ilyen igazibb adásban, vagy vlogban, hogy mi a szorongásnak, vagy a pániknak, vagy ennek az egésznek az ördögi köre. Ugyanis sokan arról beszélnek, és úgy is próbálják ezt definiálni, mint egy kör. Egy körforgás. Az életben nagyon sok ilyen van, és a pszichés, mentális betegségek vagy zavarok esetében is nagyon sokszor megjelenik ez az ördögi kör. Amint azt korábban említettem, általában van egy traumatizáló tényező, vagy traumatizáló esemény, amire sokszor az emberek már nem is emlékeznek, mert évekkel ezelőtt vagy korábban volt. Mondjuk egy rossz élmény, egy rossz kórházi kezelés, ami nagyon szar élmény volt, mint most például a Covid-dal bekerülni a kórházba. De nekem is volt ilyen gyerekkorom, amikor kivették a mandulámat, nekem az kurva szar élmény volt, nagyon sok szempontból. Vagy bármi ilyesmi, például az, hogy egy nőt mondjuk a metrón valaki nagyon figyeli, követi,
beleköttnek emberek az aluljáróban, vagy amikor megy hazafelé, követik, stb. Tehát, hogy történhetnek olyan események, amik traumatizálják az embert, és nyilvánvalóan utána ezt az eseményt elkezdik. De ez lehet olyan is, hogy még egy gyermekszületés, ami kellemetlen volt, a gyerekekkel kapcsolatos bármi, párkapcsolati dolgok, nem tud valaki kibontakozni önmagából, és akkor... Na mindegy, szóval rengeteg minden van. Lényeg az, hogy ez valahogy, akár mondjuk egy pánikról még eljuthat vele az ember. És akkor attól kezdve az a szituáció, az emlékeiben az embernek egy szar dolog lesz. És el fogja kezdeni kerülni azokat a szituációkat, azokat a helyzeteket, amik vagy ahhoz hasonlóak, vagy teljesen ugyanolyanok. Jó példa volt ez a metrós, mert akkor az a nő az már nem fog arra felé menni többet, inkább mondjuk gyalog megy, vagy inkább busszal megy, de amikor gyalog megy, vagy busszal megy, ugyanúgy bele szarva, mert nem lehet ezt ilyen egyszerűen lerendezni. Ezt általában utána utókezelni kell, stb. Nagyon kevesen tudják ezt magukba teljesen lerendezni egyedül. És kialakulnak ezek a tünetek sokszor. Ezek a szorongásos tünetek. Az ember, mikor mondjuk megy arra felé, mikor ez megtörtént vele, akkor érzi a gombócot a torkában, mondjuk helyekhez köthető lesz, kialakul egy bizonyos agorafóbiás viselkedés, az ember elkezdi elkerülni ezeket a helyzeteket. De ezek után sajnos azt szokott történni, hogy valamikor egy más helyzetben is szintén ugyanez a szituáció játszódik le. Ugyanez a mondjuk pánikroham, vagy ugyanez az erős szorongás kapja el az ember. És akkor utána már azokat a helyzeteket is elkezdi kerülni. Ezzel tulajdonképpen elindul ez az egész, beindul az emberben az át lényegülés ebbe a szorongó életformával. És itt a szorongó életformában pedig tényleg az váltakozik, hogy vannak tüneteink, amiket felsoroltam, amiktől szabadulni akarunk, folyton szabadulnánk tőlük, figyeljük őket, hogy most akkor éppen nekem fáj a fejem, nekem most gombóc van a torkomban, nekem most irritabilis bélszindrómám van, stb. És ezek a tünetek, ezek időről időre megjelennek. Megjelennek, figyeljük őket, és amikor pedig nincsenek jelen, akkor úgymond félünk attól, hogy megint jelentkezik egy ilyen tünet. Na most, amikor félünk attól, hogy megjelentkezik egy ilyen tünet, akkor a stressz szintünk elkezd egyre följebb menni. És amikor egyre följebb megy a stressz szintünk, akkor ez egy idő után egy olyan triggert fog az agyban generálni, ami kiváltja az agyból ezt a flight or fight response, tehát ezt a támadj vagy menekülj reakciót az agyból. És a támadj vagy menekülj reakciónak ezek, amiket felsoroltam, ezek mind a tünetei. Szóval ezek a tünetek mind azért vannak, mert az agy fölkészül arra, hogy ő most támad vagy menekül. Elvonja a vért a végtagokból, az emésztésből, akkor nyilván annak lesz egy ilyen hasmenéses érzése. A torok is azért szorul el, mert onnan is kimegy a vér, az izmok megfeszülnek a nyakban, az izmok megfeszülnek a vállban, és akkor kialakul az érzés. Adrenalin meg noradrenalin szabadul fel a mellékvesében. Ennek utána lehet olvasni, engem érdekelt az, hogy teljesen biokémiailag mi történik a testemben, de alapvetően elég, ha azt tudja az ember, hogy ilyenkor az agy egy millisekundum alatt átkapcsol ebbe az állapotba, és akkor tulajdonképpen így paráztatja az embert, vagy az ember saját magát. És amikor ez történik, akkor a szorongó ember, annak sajnos ez állandósul ez az érzés. És amikor viszont meg nem érzi ezeket a tüneteket, akkor attól fél, hogy újra be fognak következni ezek a tünetek. És viszont amikor fél tőlük, akkor a stressz szint egyre följebb megy. Megint megtörténik ez az esemény, ami kiváltja az agyból ezt az egészet, és tényleg az ember elkezdi produkálni a tüneteket. És itt van az ördögi kör, hogy tulajdonképpen nem lehet belőle kiszállni, mert folyton attól félünk, hogy ha ezek a tünetek jelentkeznek, akkor mi lesz. De a tünetek jelentkeznek, mert folyton attól félünk, ami emeli a stressz szintet, hogy mi lesz. És tulajdonképpen így mindig belekerülünk ezekbe a tünetekbe. Valamelyik mindig jelen lesz tulajdonképpen. Ha nincs jelen, akkor várjuk, hogy jelen legyen. Vagy akkor, és nyilvánvalóan az lenne a megoldás, hogy nem foglalkozunk velük, de ezt alapvetően nagyon kevés szorongó tudja megtenni, hogy így kizárja magából ezeket. Igazából nem is lehet kizárni, hanem meg kell próbálni velük azonosulni. Elfogadni, hogy ezek ugyanúgy hozzánk tartoznak. De például, amikor egy ilyen nagyon-nagyon rémisztő tünet tör ránk, mikor úgy érezzük, hogy mindjárt megáll a szívünk, és mindjárt nem kapunk levegőt, vagy mit tudom én, akkor az olyan kurva ijesztő, hogy azzal így hiába mondja nekem bárki, nem nagyon fogok tudni úgy azonosulni, hogy azt így elfogadjam, amivel így mondjuk együtt éljek. Pedig nincs más megoldás egyébként. Egyébként, mint minden más félelemre, vagy fóbiára, vagy ilyesmire, ugyanaz a megoldás a szorongásos kórképekre is, hogy igenis konfrontálódni kell ezekkel a szituációkkal, megtanulni velük együtt élni, és hogyha ez sikerül, akkor alapvetően már nem fogjuk ilyen rossznak megélni. Nem feltétlenül fognak elmúlni, nem feltétlenül fognak eltűnni az életünkből, de nem fogjuk úgy megélni, hogy ez a világ legrosszabb dolga, hanem itt tulajdonképpen együtt élünk velük.
ez a kulcsa ennek az egésznek. De ez egyébként, mint az első videóban is mondtam, nagyon könnyűnek hangzik, csak persze nem az. És most, hogy igazából a végére értem annak, amit el akartam mondani, azt is érzem, hogy ja, annyira nem élveztem ezt a videót megcsinálni, mert nem vagyok orvos, nem vagyok szakértő, nem akarok így magyarázni, hogy most akkor ez mi az egésznek az egész mögött a fiziológia, meg mi az egész mögött a biokémia az agyban, de azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ezt tudjuk. Mert minden egyes betegségnél, vagy minden egyes ilyen korképnél szerintem elementális fontosságú az, hogy ne misztifikáljuk azt. Tehát ne csináljuk úgy, mintha ez valami nagyon ritka, meg nagyon-nagyon egzotikus betegség lenne. Nem, ez mindannyiunkat érint. Mindenkinek volt szorongós időszak az életében, rövid, hosszabb, rövidebb. Vannak hajlamosító tényezők. Azt mondják, hogy ez inkább a nőkre jellemző. Én azt mondom, hogy lófaszt. Szerintem egész egyszerűen a férfiak nem mennek el vele orvoshoz, pláne Magyarország egy tipikusan ilyen ország, ahol mi a turulok vére vagyunk, emese és álmos gyermekei, és nem, mi csak azért sem menjünk el orvoshoz egy mentális problémával, mert leküzdjük otthon. Na most, oké, rendben van, csak ezzel magunkkal basszunk ki, mert ez egy tipikusan olyan kórkép, amit nem, tehát nem lehet otthon egyedül kezelni. Vagy pedig úgy lehet, hogy tényleg az ember képbe keríti saját magát, és tisztába kerül azzal, hogy mi az, ami történik vele nap, mint nap, óráról órára, és tudatosan elkezd vele dolgozni. Úgyhogy én is ezt csinálom, és egyébként javaslom mindenkinek, hogy szintén csinálja ezt, mert érdemes. És egy érdekes utazás, mert ha már úgy is benne vagyunk, és úgyse tudunk mit kezdeni ellene, akkor próbálják meg felhasználni egy önfejlesztésre, mert hogy ez dobta a gép, tehát akkor mi más tehetnénk, nem? Úgyhogy legközelebb valami konkrétan fogok készülni, valami izgalmasabbal, amire azt lehet mondani, hogy na, akkor ez most egy ilyen érdekesség, és nem fogom játszani a szakértőt meg a pszichológust, ami nem vagyok. És akkor meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Annyit kérek, hogy akit érdekel a sztori, az iratkozzon fel a csatornára, mert nem szívesen osztogatom meg mindig a Facebookon azt, hogy az új videót. Nekem a Facebook már ilyen ivív szagú, és ha nem muszáj, akkor így inkább távolodnék el a Facebooktól. Úgyhogy iratkozzatok föl, itt vagy nem tudom, hova fogom tenni a kis vízbaszt, és akkor jövök a tutiságokkal. Béke!